Maximális minimálbér. A tervek szerint évente 11-12%-kal emelik. Demenciával élők. A hegyvidéken nem csak róluk, a hozzátartozókról is gondoskodnak. Díjátadó a Vígadóban. A Magyar Művészeti Akadémia elismerte a legjobbak munkáit. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják 19 órakor. A minimálbérnek 2027-re el kell érnie a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Ezt mondta a Nemzetgazdasági Tárca egyik vezetője. Hamarosan megjelenik egy kormányrendelet, amely tartalmaz majd egy referencia értéket, hogy 2027. január 1-jéig milyen szinten érjék el a minimálbért. A referencia érték a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-a lesz, ami 2027-re a 350-400 ezer forintos sávot is eléri. A számítások alapján ehhez a mostani 266.800 forintos minimálbért évente 11-12%-kal kell megemelni. Az emelés közvetlenül is több mint 1 millió embert érint, ám a minimálbér emelése kihat a felsőbb bérkategóriákra is. Az már sokak által ismert, hogy Magyarországon a hegyvidéken élnek legtovább az emberek. A lakóknak több mint negyede szépkorú vagy annál idősebb. Ez a korosztály speciális gondoskodást is kíván, amelyiknek egyik szelete a demenciával élők ellátása. A hegyvidéki önkormányzat nem csak a kóros feledékenységgel küzdőket, hanem a hozzátartozóikat is segíti. Hazánkban már most is legkevesebb 250 000 ember szenved a kóros feledékenységtől. A demenciával élőkkel a bánásmód speciális ismereteket igényel, hasonlóképpen az egyéb krónikus betegségeik kezeléséhez is különleges körülményeket kell biztosítani, hiszen az egészségügyi intézmények döntő többségét nem az ő igényeik szerint alakítják ki. A pluszterheket a családok, a demenciával élők hozzátartozói is érzik, hiszen a szinte 24 órás ápolás rendkívül megterhelő, valamint óriási anyagi terhet is jelent. Az Alzheimer-kórral, illetve a demenciával terhelt betegek ellátására a világon talán egyetlen ellátórendszer sincs felkészülve. Ehhez képest a szakértői prognózisok szerint 2040-re már 150 millió lesz a Földön a hanyatló szellemi állapotú emberek száma. A hazai ellátás hiányosságait jól orvosolják a hegyvidéki önkormányzat programjai, sőt a kerületi szakértők célja, hogy demenciabarát önkormányzattá váljon a hegyvidék. Sok lépést is tettek már ennek érdekében. 2018 óta működik Alzheimer Café a kerületben, ami egy nagyon fontos közege a hozzátartozók segítésének. Általában az Alzheimer Cafékon olyan előadások hangzanak el, amelyek a hozzátartozókat segítik a demenciával élők ellátásában. Létrehoztunk demencia irodát is, korábban a Hegyvidéki Szociális Központ keretein belül, de aztán a polgármesteri hivatal, az önkormányzat saját hatáskörbe vette ezt az ügyet, úgyhogy nálunk a Népjóléti Irodán dolgozik az a kolléganő, aki ennek tulajdonképpen a mestere, és mindent tud a demencia betegségről, és ő az, aki vezeti a kafét is, ő vezeti a hozzátartozói csoportot is, az egyébként a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban működik, szintén a hozzátartozóknak egy önsegítő csoportja tulajdonképpen. A Népjóléti Irodán tehát személyes tapasztalat, illetve ismeret átadásra is van lehetőség, illetve segítő kiadványok támogatják a hozzátartozókat, hogy az ápolás folyamatát ne érezzék útvesztőnek. Elindítottuk azt a programot is, hogy a kerületben dolgozó gyógyszerészek, eladók, rendészek, rendőrök felkészüljenek egy-egy ilyen beteggel való találkozásra, és ezért kommunikációs tréningeket szerveztünk a számukra az elmúlt fél évben, és azok az üzletek itt főleg a Böszörményi úti környékén voltak olyan vállalkozó szellemű gyógyszertárak, illetve cukrászdák üzletek, akik részt vettek ezeken a tréningeken, ők megkapták a demencia barát logóval ellátott üzlet címet, és ezeknek a kiragasztása májusban történt, és még nagyon fontos az is, hogy a generációk közötti együttműködést, a tabu
témaként való kezelését ennek a betegségnek csökkentsük, akár a fiatalok körében is, ezért a 9. osztályokban demencia érzékenyítő tréningeket tartottunk a középiskolákban. Az idős emberek ellátásáról a főváros szerte ismert hegyvidéki népjóléti iroda vezetője elmondta, hogy a kerületben működő idős emberek gondoskodását biztosító intézmények működését, programjait és szakembereit is úgy alakították, hogy több demenciával élőt is be tudjanak fogadni, ezzel is mentesítve sok családtagot a napközbeni folyamatos elfoglaltságtól és esélyt adva számukra legalább a részmunkaidős munkákra. A Norma Gondozási Központunk 2022-ben lett alkalmas arra, hogy demenciával élőket kiszolgáljon, elláson. A Németvölgyi Gondozási Központ pedig idén vált alkalmassá erre, és nagyon fontos, ami a hozzátartozóknak talán biztonságot, illetve megnyugvást jelent, hogy az odajutást is támogatjuk. Tehát egy kis busszal az ellátottainkat beszállítjuk az intézménybe, és délután pedig hazavisszük, hogy ezzel se kelljen törődni a hozzátartozóknak. A fiatalok elsősorban a fenntarthatóságot és a környezeti értékek védelmét várják el az ipartól. Ez derült ki két nemzetközi cég közös felméréséből. A több mint 5000 fiatal véleményéből összeállított tanulmány szerint a 30 év alattiak a klímaválságot és a természeti erőforrások végességét értékelik a legnagyobb kihívásnak. A megkérdezettek 53%-a vár ezekre megoldást vállalati oldalról. A válaszadók harmada a károsanyagmentes közlekedést részesíti előnyben, és majdnem ugyanennyien a zöld vállalkozásokat preferálnák, ha munkát keresnének. Sikeres a Tanítsunk Magyarországért projekt. Országszerte több mint 4000 általános iskolást mentorál, majdnem 1000 egyetemista. A 110 általános iskolában működő projekt célja, hogy azokat a gyerekeket segítsék, akik a földrajzi elhelyezkedés vagy a szociális körülményeik miatt nem, vagy csak nehezen tudnának tovább tanulni, de a készségeik és képességeik meg lennének ehhez. A művészet mosolycsal az élet arcára. A művészetek lényegét megfogalmazó irodalomban vélhetően kevés plasztikusabb definíciót találnánk, mint ahogy azt Pablo Picasso megfogalmazta. A Magyar Művészeti Akadémia idén is díjazta azokat a művészeket, akik a legszebb mosolyt varázsolták az élet arcára. Tímár Sára népdalénekes és Hargitai Halászi Lehel Furulyás varázslatos produkciója egy különleges ünnepen kápráztatta el a nagy érdeműt. A Magyar Művészeti Akadémia tagozatai idén is díjazták a honi szellemi élet kiemelkedő produktumait, illetve egyéniségeit, akik a művészet elmélet és a művészet szervezés területén különleges értéket hoztak létre. Az évenként összehívott nagy találkozót az akadémia elnöke köszöntötte a Vigadóban. Akadémiánk, mely örökös alapító tiszteleti elnökünk Makovec Imre kezdeményezésére jött létre, felelősséget visel a teljes magyar kulturális életért, itthon és határainkon túl egyaránt, ezzel is képviselve és hangsúlyozva a magyarság kulturális egységét, amely minden sokszínűségével a magunkénak mondhatunk. Babis Mihály egyik esszéje szerint a költői fantáziát, a művészi tehetséget nem kisebb célra kaptuk, mint a lélek fölrepítésére és a világ kitágítására. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy ez az állítás evidensen a képzőművészetre és a szép irodalomra vonatkozik, de ugyanúgy igaz a többi most díjazandó műfajra is. Ugyanebben a tanulmányában az esszéíró attól is óv, hogy a kapott tehetséget az élet aktuális érdekeinek alázatos szolgájává silányítsuk. Habár kétségkívül sokszor tennénk ezt szükségessé a körülmények, vagy egyszerűen csak ez kínálkozik a könnyebb útként. Egy olyan világban élünk, amelyben a szükségszerűségnek kikiáltott kényelem és felszínesség hajlamos elfedni a szellemi tartalmat, és az ég az odaát zárul, és marad a csillogóra polírozott komfortvilág. Pedig valódi tartós értékeink mércéje
mértéke nem itt, hanem oda át van, és ezeket a művészetben a tehetség és az elhivatottság képes közvetíteni. Egy műalkotás valódi értékét nem az önkifejezés, hanem egy kultúra pontos közvetítése adja, állapította meg akadémiák alapító elnöke Makovecz Imre. Az MMA egyik építőművészeti díját Mányi István kapta. Egyedülállóan gazdag építésztervezői és elméleti életművéből is kiemelkednek műemléki felújításai, amelyek az alázat tervei. A felfedezett és megértett, majd megmentett értékekhez adott újabb időtálló értékek. A Magyar Építőművészek Szövetségének és a Magyar Művészeti Akadémia köztestületének tagja, a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület elnökségi tagja, számtalan szakmai szervezet aktív résztvevője. Hazánk és Európa egyik első számú muzeológiai építész szaktekintélyeként is számon tartják. Ugyancsak MMA építőművészeti díjjal tüntették ki Balogh Balázst is. Az építőművészet teljes skáláját gyakorolja 5 évtizede. Igazi indítatása azonban a Mész Mesteriskolája volt, ahol Makovecz Imre tanítványa lett. Nem csak elismert oktató és kiváló művészeti vezető, de nagyszerű építőművész, alkotó ember, számtalan megvalósult épülettel és tervpályázati sikerekkel. Többek között ő jegyzi a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza belső építészetét is. A televíziózás, illetve filmkészítés világában ismert Heves László fölvilágosító a Szőcs István díjat kapta. Számtalan tévésorozatban, dokumentum és népszerű tudományos filmben alkotott fényrajzolóként. Közel 20 játékfilm fővilágosítója. Sok-sok rendezővel és operatőrrel dolgozott együtt, részt vállalt a Duna TV kezdő műsoraiban, majd megindulásától, ameddig lehetett, sok dunás műsornak, koncertnek volt fővilágosítója. A Hír TV-ben is az alapítók közé tartozott, részt vett a stúdióvilágítás előkészítésében, megszervezésében. Tanított és tanít az ELTE-n, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Sapientia Egyetemen, a Metropolitan Egyetemen. Ugyancsak az MMA film és fotóművészeti díját kapta Kaiser Otto fotóművész is. Értékeink felmutatása mindig középpontjában állt munkásságának. Alkotó szellemének fontos része a sokrétű szervező és szerkesztői tevékenység, így a Hungarikum és a Könyvjelző című folyóiratok megjelentetése, az általa szervezett és mentorált, 5 éve minden esztendőben meghirdetett Magyarország 365 című fotópályázat is, amelynek kitűzött célja, hogy magas színvonalú képekben mutassa be hazánkat. A Művészeti Akadémia tagozati díjátadóján iparművészeti és tervezőművészeti díjat kapott Illés Csaba és Üveges Péter formatervező. Illés Gyula díjban Cseke Péter irodalomtörténész és Veszelka Attila költő részesült. Idén az MMA képzőművészeti díját Olajos György képzőművésznek és Éltes Barna szobrászművésznek adták. A Csész Szabó László díjat Palotai János esztéta és Birnacki Szilárd irodalomtörténész kapta. Erdélyi Zsuzsanna díjat Áment Éva népi iparművész és Horváth Szilárd művészetpedagógus kapott. Az MMA színházművészeti díját Lőrinc Ágnes és Koltai János színművészeknek ítélték oda a döntnökök. Az idei zeneművészeti díjban pedig Németh Attila zongoraművész és Zelinka Tamás zenepedagógus részesült. Végül egy különleges vállalás. Néptánc rekordra készülnek a Kossuth téren szeptember 27-én. A kísérlet az Európai Sporthéthez kapcsolódik, és az a célja, hogy egyfajta reklámot csináljon a magyar kultúrának. A rendező Táncművészeti Egyetemtől kapott információ szerint pénteken 17 órától a parlament előtt mintegy 610-14 év közötti gyermek fog egyszerre kozes koreográfia szerint táncolni. Azután Moldvai Csángó Táncház indul, amihez bárki csatlakozhat a helyszínen. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Adásunkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n vagy a YouTube csatornánkon. Mindemellett kövessenek bennünket social media felületeinken, hiszen elérhetőek vagyunk YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Várom Önöket holnap is friss hírekkel, addig is a viszontlátásra!